Nem váltál az otthon, hanem lejátszol a kétszer. Nem váltál az otthon, hanem lejátszol a kétszer. Nem váltál az otthon, hanem lejátszol a kétszer. Másik. Kérdeztem, hogy melyiket. Na, másik. Danikám, nagyon szépen köszönöm a 7 hónapot, és szervusztok, drágáim! Nem én voltam, főleg. Gyakran ismételt kérdés. Nem én voltam, főleg. Túrás. Micsoda? Van ilyen, hogy kukatúrás. Ó. Blind! Nagyon szépen köszönöm! A 7 hónapot, gyerekek, annyi 7 hónapos lett köztetek, hogy azt hiszem, hogy 7 hónapja streamelünk már. Ez a... Egy galamb, egészségügyi problémákkal, egy késes cicával. Nagyon jó, kövessétek Vikit Instagramon, de még inkább engem kövessétek Instagramon, mert sose lesz meg a 10 000 követő. Szóval, életeim, ma egy Bears vs. Babies nevű játékkal fogunk játszani, amit, hogyha már követitek a mi munkásságunkat egyébként YouTube-on, akkor már találkozhattatok ezzel a játékkal, ez viszont a magyar verziója a játéknak, amiben nagyon-nagyon kedvesen nem fordították le nagyon kellemetlenül a játék címét. Arra gondolod, hogy macik és babócák? Macik v. babócák. Macik v. babócák. Koronülők és szőrös állatok. Tehát, hogy teljesen mindegy. Bears vs. Babies. Viszont a kártyákat lefordították, és erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy ennek a fordítása, ez hogyan sikerült. Kisztoriztam. Kisztoriztad? Igen. Nagyon jó vagy. Én nem. Azt sem tudom, hol a telefon. Az 150 éves vagyok. Nem jelöltél meg? Elfelejtettem, ott a telefon egyébként. Mekkora paré volt te, bazd meg? Kb. Mikor 2 óta vagyok itt, 3-szor láttam, hogy az óráddal megpingeled a telefonodat. Hát mert nem tudom, hol van. Én nem követem annyira az órás eseményeket. Srácok, attól függetlenül, hogy nincsenek harapós cicik a játékban, ja, a másik oldalán is. Itt is bögre viszont van! Na jól van. Szóval Bears vs. Babies-ezni fogunk, ami egy nagyon-nagyon egyszerű. Hát, nem pakli, maci építő játék. Nem feltétlen maci, mert nem mindegyik maci lesz. Igen. Hát, az előbb szörny építő, de a feje az mindegyiknek mackó. Nem. De. Nem. De. Nem. De hát nem. Az előbb mutattam egy galamb fejet. Ez egy hód például. Ez meg egy nyuszi. Oh. Ez meg egy malac. De nem az... Ez meg egy velociraptor. De nem úgy volt, hogy mindegyik izé? Nem! De jó, hogy leborotváltam a hónaljom. Kész szerencse. Meg vannak az epic kártyák. Mindenféle kártya van. Az mindegyik mackó. Igen, azt mindenki kap egyet az elején. Igen. Mit csinálsz? Várom a macimat. Ja, válasz, Maci. Na, menjünk végig villámgyorsan a szabályokon, miközben csúcsú-trén van. Elindult a csúcsú-trén? Mert Cilleri 7 hónappal? Mekkora király vagy? Nagyon. Végre társas. Mi is nagyon vártuk már ezt a társas dolgot, és köszönjük a csúcsú-mucsút. Ez egy medveállatka. Szóval a következőképpen fog kinézni a játék, ahogy a Dávid is említette, szörnyeket fogunk építeni. Főleg és ezeknek a szörnyeknek kell felvenniük a harcot a babákkal. Ha itt ügyesen átváltok, akkor itt már látjátok a táblát középen. Ide fogjuk gyűjteni
a különböző baba hadseregeket, ezeknek három ilyen színe, három csoportja van, vannak a szárazföldi babák, ezek a zöldek, a tengeri babák, ezek a kékek és a légi babák, ezek lesznek a pirosak. Azt szeretem ebben a játékban, hogy mennyit merít a valóságból. Abszolút, abszolút. És ezek ellen fogjuk építeni a mi kis szörnyhadseregünket, és hogyha a szörnyeink elég erősek, hogy felvegyék a harcot a babákkal, akkor pontokat gyűjtünk, ha nem, akkor meg elveszítjük a szörnyeinket. Ez tipikusan az a játék, ahol nagyon durván ki lehet cseszni a többiekkel. Mindenféle. Kár, hogy ez ránk egyáltalán nem jellemző. Ja, mi nagyon kooperatív és kedves játékosok vagyunk. Ez velem az élen. Egyértelműen, ezt akartam mondani, hogy te vagy a legkisebb geci. X-mond, nagyon szépen köszönöm a cheert, nagyon-nagyon-nagyon király vagy, és ezzel átoltad a level 2-re a hype train-t. Mekkora faszaság vagy, te fiú. Viki, arra kérlek, hogy ebből oszd mindenkinek képpen lefelé 5 lapot. És alulról osztasz? Mindegy, hogy honnan osztasz. Most felülről osztasz? Most alulról osztasz megint? És most ez felülről osztasz megint? Az lenne menni, hogyha tudna úgy osztani, hogy nem tudod, hogy honnan osztasz. Igen. Ha van nálatok baba kártya, akkor azt legyetek olyan kedvesek képpel lefelé berakni a megfelelő helyre. Fuck. Nálam nincs baba. Az kurva jó. Ezek helyett húzunk újakat. Úgyhogy én 4-et fogok húzni. Reméljük, hogy most már nem lesz több baba. Gondoltam. Jó, de azt ugye megjegyeztétek, hogy mit hova raktatok, mert az relatíve fontos. Mit? Hát a zöldet a zöldre, a kéket... Igen, igen, de hogy hányas baba. Ebben vagy nagyon sok nem. baba van, vagy nem tudom mi van, de én megint húztam 2 babát. Szóval, most, hogy ezzel megvagyunk, a megmaradt húzó paklit, Dávid, legyél olyan kedves, és 3 nagyjából egyforma kupacra hozd szét. Meg kell kevernem? Oldalt. Mi már megkevertük, úgyhogy elvileg nem kell. Ezután néztetek, mint aki megkevert. Választanunk kell egy kezdőjátékost. Én. Azt mondja, hogy néhány tipp a kezdőjátékos választásához. A legszőrösebb, aki legutóbb kapott dirhamot, vagy aki a legtöbb testrészsel rendelkezik. Én. Nos, akkor Viki lesz a kezdőjátékos. De a legtöbb testrészsel te rendelkezel? Hát nézd! Amiben mások vagyunk, azokban gyakorlatilag nekem több lehet. Hát esetleg súlyra, de nekem mondjuk nincs Ádám csutkád. De ugyanúgy a nőknek is van, csak kisebb. Biztos? Igen. Én nem tudom. Igen. Az okos az új szexi. Jó, jó, Viki kezd. Szeretnél kezdeni, Dávci. Akkor jó. Szóval, a következő képen néz ki a játék. A körös során legfeljebb 2 kártyát játszhatsz ki, hogy építsd a szörnyedet. Ezt mindig a fejjel kell kezdeni, ebből mindenki kapott már alapból egyet, és ennek van egy ereje, ez itt fel van tüntetve, ez kezdésnek mindenkinek 3, és a szörnyet különböző testrészekkel lehet ugye tovább bővíteni, lesz egy törzse, lesz lába, meg lesznek kezei ideális esetben. Hogyan működik ez a szörnyépítés dolog? Úgy tudsz oda tenni mellé egy testrészt, hogy annak passzolnia kell, értelemszerűen, hogy passzol, azt onnan tudod, hogy így összeillenek az öltések, ez nem tudom mennyire látszik azon a képen, de ugye itt 3 öltés lesz a nyakán, és 3 öltés kell legyen a törzsén. Nyilván nem tudom, ha 2 kézen egymás mellett is 3 öltés van, akkor azt így 2 törzset nem rakhatsz össze, meg ilyenek, tehát igen, hogy azért a racionalitás határán belül kell maradni. Fontos, hogy bármikor teremthetsz új szörnyet, nem kell hozzá befejezni az előzőt, és egy fej az már önmagában is szörnynek számít. Ha nem tudsz 2 kártyát kijátszani, akkor húzhatsz is helyette. Egy kártyahúzás vagy kijátszás akciónak minősül, és a saját köröd során ugye 2 akciót hajtatsz végre, húzol, raksz és vagy ahogy tetszik. Azt mondja, hogy egy jó tanács, hangosan számold az akcióidat, hogy mindenki tudja követni, hol tartasz. Az 1 meg a 2-t? Igen.
Főleg, hogyha csaló gecikkel játszom. Itt senki sem csal, kacin kívül. Princesz, megköszöntem, és köszönöm szépen még egyszer, csak egy kicsit késve, mert épp benne voltunk valamiben, de nagyon szépen köszönöm, princesz. Azt mondja, hogy nincs semmilyen korlát arra vonatkozóan, hogy hány lapot tarthatsz a kezedben. Ha valamelyik húzópapír elfogyott, akkor ne csináljatok semmit, húzzatok a magmaradból. És ha egy babakártyát húzol, akkor képpen lefelé a színével megegyező hadseregbe be kell tenni, és ez is akciónak számít. Tehát ha húzol és baba, akkor bebuktad. Ennyi. A szopi. Szóval így fognak kinézni a szörnyeink. A szörnyeinknek is lesz egy színe, hogy melyik baba hadsereggel tudják felvenni a harcot. Az alapmedvéink azok ilyen szivárvány színűek, úgyhogy ők mindennel tudnak harcolni, és mindennel harcolnak is. A szörnyek azt kijátszva kezdjük a igen. mackókat? A szörnyek kötelezően harcolnak is a babákkal, és építhetsz több különböző szörnyet, lehet az, hogy neked minden szörnyet szárazföldi, ahogy szimpatikus, ahogy úgy érzed, hogy a legeffektívebb tud lenni. Amikor eljutunk oda, hogy valaki úgy gondolja, hogy érdemes lenne valamelyik baba hadsereggel szembe szállni, akkor provokálhatjuk őket. A babák felbosszantása nem kerül akcióba, ez fontos. Felbosszantás, és, amikor azt mondom, hogy... Azt mondja, hogy csak kiásd azt, hogy provokálok! És akkor kiválasztod... Ti is tudjátok, hogy nem így fogom kiabálni. Kiválasztod, hogy melyik hadsereget szeretnéd provokálni. Viki mondjuk azt mondja, hogy én szeretném szárazföldi babákat provokálni. Ilyenkor fogod és felfordítod a baba hadsereg összes lapját, és összeadod az erejüket. Azt mondja, hogy a felbosszantott baba hadsereg minden játékos megegyező típusú szörny hadseregét megtámadja. Szóval, ha felbosszantod a szárazföldi babákat, akkor annak az mindenki szárazföldi szörnyével szembe megy. Kérdezhetek valamit? Igen. Ha azt mondtad, hogy mindenkinek két akciója van, igen. akkor ide miért az van írva, hogy három játékos esetén körönként három akció? Mert még ott nem tartunk. Elnézést kérek. Azért, mert fogalma nem volt. És ugye a provokálás nem számít akciónak, hanem a teljes körödet megeszi a provokálás is, és a teljes körödet megeszi a kutakodás igen. is. Igen? Igen. Jó. Ha érdekel, hogy miért nem játszottunk még egyetlen játékot sem szabály szerint, azért, mert Kaci az egyetlen... Nem, ez van leírva itt! Hát Kaci az egyetlen, van... aki hajlandó elolvasni a szabálykönyvet, de ugyanakkor az egyetlen, aki nem érti. Mert ez még a próbajátéknál járunk, hát most nem tehetek róla. Szóval, ha a babák erősebbek, akkor a babák nyernek, ha nagyobb vagy egyenlő a szörnyed ereje, akkor te nyersz. És akinek a legerősebb a szörnye, értem szerint, az fog nyerni, az elviszi az összes babát, és megkapja azokat a lapokat. Mivel mindenkinek harcol a szörnye, és egyszerűen csak egyszer harcolhat, utána, a harc után, a szörnyed összes lapja, az bekerül a dobóba, függetlenül attól, hogy nyertél, szép szörnyet építettél. Vagy vesztettél. Igen. Szóval nagyjából így fog kinézni a játék. Emellett lesznek extra akciólapok, amikkel meg lehet még majd bolondítani mindenféle irányba a játékot. Azt mondja, hogy mindenki kap egy medvefejet, és mindenkinek csak négy lapot kell így osztani a medvefej mellé, úgyhogy mindenki keverje meg és adjon. Jók vagyunk az öttel. Azt mondod? Aha. Tegye, a szabály más. A tetejére? Hát akkor majd elvágja Dávid. Hát most hova tegyem? Ezt nem akarom visszaadni. Rábasztál. Jó, szétosztottuk három felé, szóval a köröd menete, igen, vagy akciót hajtasz végre, vagy provokálsz, vagy túrod a kukát, a kukatúrás az... Hála nem ezt dobtam. Szép munka. Szóval a kukatúrás az úgy működik, hogy kézbe vehetsz egy általad választott lapot a dobópakliból. Ugye, ahogy ti is említettétek, provokálás és kukatúrás az így az egész köröd helyett van gyakorlatilag. Az óramutató járásával megegyező irányba játszunk, és bármikor lehet provokálni, az elején azért nyilván érdemes inkább építkezni, főleg most, hogy tele van pakolva babákkal az összes... Ja, ez megnehezíti egy kicsit. Ja, elég bénán húztunk. És, elég bénán osztottam. Igen.
azt mondja, hogy még egy medvefejet keverj bele a pakliba, Dávid. Valamelyikbe. És a medvék... Viki is belekeverheti? Belekeverte. Viki is belekeverheti. És a medvék a kezünkben kezdenek. Csak hogy biztos legyen. Azt mondja, hogy minden kártyát, ha minden kártyát felhúztunk, akkor a legtöbb győzelmi ponttal rendelkező játékos győz. Ez ugye a babákon lévő pontszámok összege. Ja. Amikor egy játékos felhúz az utolsó lapot, az utolsó húzópakliból, akkor a soron lévő játékos még befejezheti a körét, ezután mindenkinek lesz még egy utolsó köre. Oké. Okay. Szóval az utolsó utániban még lehet harcolni. És akkor három játékossal játszunk, úgyhogy körönként három akciónk van. Te jó, hogy nem látnak az asztal alá. És... Hát csak mezitláb vagyok, és tudod, az az interneten veszélyes. Ja, igen. Emlékszem. Jó, van még egy ilyen utolsó, van még egy bónusz szabály, ezt akarjátok most hallani, vagy majd csak amikor aktuális lesz? Most akarjuk ne, hallani. Ne, amikor aktuális lesz, de meglepetés! De tudod jól, hogy Kaci mit csinál. Tudom, de a meglepetés az jó. Én szeretem a meglepetéseket. Jó, elmondom most. Ez nem, a szóval nem a jóféle meglepetés. Azt mondja, hogy ezt a szabályt azért adjátok még hozzá, mert tudjuk, hogy igazából szeretitek, ha sok szabályt kell részben tartani, és pont vágytok még egyre. Szóval, miután mindenki befejezte az utolsó körét, egy utolsó összecsapás következik be a babák és a szörnyek között, típusuktól függetlenül minden életben maradt baba egy hadseregként támadja meg a játékosokat, a legerősebb összevont hadsereggel rendelkező játékos, aki le tudja győzni az összevont baba hadsereget, megnyeri a harcot és begyűjti az utolsó babákat, máskülönben babák nyernek és senki nem gyűjt értük győzelmi pontokat. Valójában ennyi. Majd a speckólapokhoz lesznek még extra szabályok, azokat majd megnézzük, ha feljönnek a speckólapok. Úgy is rá lesz írva, hogy ezt azonnal ki kell játszani. Jó, Viki kezd! Okay. Jó! Három akcióm van, tehát három lapot lerakhatok? Három lapot igen. Is lerakhatsz, vagy húzhatsz, és lerakhatsz két lapot, vagy húzhatsz kettőt, és lerakhatsz okay. Egy lapot. Ahogy okay. Neked szóval megcsináltam, hogy lerakok kettő lapot, és egyet meghúzok. Így van. Igen. Nagyon jó. Akkor én most azt csinálom, hogy lerakok... Always grow first. Nem feltétlen kell, csak hogy nyilván, ha előbb húzol, akkor lehet, hogy... Lehet, hogy jobbat tudsz lerakni. Vagy provokálod instant a babákat, és... Nem. Lerakok egy jeges medvét. Amúgy elég logikus, amit mondtam, de azonnal le akartam rakni a jeges medvémet, mert az a lényeg, hogy milyen a teste. Ugyanis a teste delfinbabákkal terhes. Tehát te egy jeges medve vagy, ami delfinbabákkal terhes. Pont így! Nagyon jó. És ahogy látom, a delfinbabákkal terhes test, az egy olyan test, amire nem lehet karokat alapból rávarni. De gépfegyvert például? Hanem csak ilyen különböző túlokat ragaszthatsz rá. Ezzel együtt én mindenképp húzni fogok. De hiszen én jövök. Mert? Mert óramutatójárásának megfelelően. Pont jó. Akkor ezt visszakeverem. Na, szépen összecseszted itt a tökéletes dolgokat. Nem fognak látszani a lábaim a kamerában. Hát. Nem lesznek lábaid. Húzok egyet. Oh, hello! Ajaj, azonnali kijátszóst húztál? Nem. Nem. Kár, hogy láttam, mit húztál. Szóval, én kijátszok egy szar mopszot. Ah! Bocsánat! Ami... Ez egy szar mopsz! Ami egy kicsit sushi is. Ami egy kicsit sushi is? Igen. Én húzni fogok egyet. Ó, oh, egy vadprovokálást húztam. Oh. Azonnal ki kell játszani ezt a kártyát, provokálná, és ha baba hadsereget, húzás plusz kijátszás egyenlő egy akció. Uh-huh. Szóval neked most azonnal provokálnod kell valamelyik baba hadsereget. Igen. Szuperül húztál. Abban van a legtöbb szerintem. Akkor én a piros... Azaz, most hogy azzal szivat meg minket, hogy megöli a... engem? Ó, várjál! Az hányas? Az enyém négyes erősségű. Az ilyen? Önyém is négyes erősségű. Mind a kettőt, aki négyes? Uh-huh. Én ebben van négy. Választhatsz, hogy melyikünkre küldöd rá a babákat. Nem, mind a kettőtöknek meg igen. Kell küzdenie vele. Csak ugye, ha a zöldet választja, azzal mindkettőnknek meg kell küzdenie, mert
az enyém zöld, a tiéd meg ugye rainbow. Oh! Ha bármelyik másikat választja, okay, igen, akkor igen, csak te küzdesz meg vele. És ugye a pirosban igen, sok lap van, úgyhogy az valószínűleg leveri a tiédet. A zöldben viszont nincs olyan sok lap, úgyhogy az a vagy megszivat mindkettőnket, vagy az is lehet, hogy le tudjuk győzni. Nagyon jó lapot húztál. Mi van akkor, hogy a két játékosnak is... Aha, itt van. Ha két játékos közt döntetlen alakul ki, igen, akkor... akkor a babák és a győztes szörnyek az asztalon maradnak, várva a következő összecsapást, a babák képpel lefelé visszakerülnek a helyükre. Minden más játékos, aki elveszített a harcot, eldobja a szörnyét. Szóval, ha ezt mindketten le tudjuk győzni, akkor ott maradnak a szörnyek és meg a babák is. De ha egyik őtök sem tudja legyőzni, akkor mind a ketten mentek igen, a kukába. Pontosan. Oh, elküldenéd a kukába a jegesmedvémet, meg a delfin babákat. Én jelenleg most úgy döntök, hogy abortálom a delfinbabákat, és beprovokálom a légi baba hadsereget, mert félek attól, hogy, hogy ezt legyőznétek mind a ketten. Uh-huh. Ez egy sárkánybaba, ami három, ez egy repülő robbanó baba, ami még három, egy katapult baba és egy burító baba, ami mintegy iszonyatosan begyalázza a jeges medvédet. Nem is mutattad meg a kamubabát. Ja, a kamubabát, igen. Tehát akkor ő most megy a levesbe? Igen. Ő most megy a levesbe, a vad provokálással a delfin babákat rakom. És én folytathatom a körömet? Igen, ez most egy akció volt részedről. Fucker. Igen, akkor húztam még egyet, és húzok még egyet, ami egy baba. Ennek nem kéne egy kicsit kóknak lennie? Nem. Dehogy kéne. De... Ezt azért kérdezed, mert iszonyatosan bele darálva a szörnyed? Igen. Én jövök? Igen. Na akkor húzok hármat, jó? Trollalalala! Trollalalala! Jókat húztam. Jókat húztál? Igen. A one hand limit? Nincs. Nagyon jó. Én azt fogom csinálni, hogy kijátszok egy átkozottul kellemes robotkalapácsot, ami mínusz egyes erőt ad a szörnyemnek. Igen. Ugyanakkor ad plusz egy akciót, már ebben a körben is, úgyhogy nekem négy akcióm van mostantól. Hát, vagyis már csak három. Három. Még három, igen. Innen húzok egyet. Ez egy vad provokálás. És hova provokálsz? Hát csak saját magára tud. Nem, bármire tudok. Mi az, hogy bármire, hát, de hát nincs más. Hát de beprovokálhatom a kék babákat. Attól még, hogy nincs kék hadsereg, beprovokál. És akkor mi lesz? Ott maradnak a helyükön? Hát nem, a babák győznek. Akkor a babák győznek, akkor a babák... és a dobópaktiba kerülnek, ennyi. Oh. Annyira kíváncsi vagyok, hogy ez tényleg így van-e. Tudod, hogy mindig ezt olvasni, mindig ezt csinálja. Odaadja, hogy olvasd el, és nem olvasok. Ezek a babák elmentek. Különösen a Ocsmányi rákbaba a ment a rákba. Portugál hajóbaba, és a többi, és a többi. Nem? Húzok még egyet, ez a harmadik akcióm. És húzok még egyet innen. Nagyon nice. Néha amúgy válthatsz a kamerákon. Hát, ha van olyan, hogy érdekesebb, azt feljönnek. Én jövök. Igen. De hát szép vagy, Kaci. Húzok egyet. Nagyon jó. Hát húzok jó, még egyet. Kétharmad az kétharmad. És kijátszom. Nem. Húzok még egyet. Eldobtam a provokálást. Kész? Aha, egész. Te húztál egyet? Igen. Csirke! Én nem nyugtam meg semmit. Jó, csirke! Nagyon köszi, Vincek! Ja, ezen a színen van zene valami miatt. És... hangos és zavaró? Elváltsam? Venni. Kaci provokál minket.
olé, 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 olé. Meg vagy? Igen. Na, mit három. Húztál? Három? Nem. Kettőt húztam. Hát ott hangosan ezért kell bejelenteni, azt mondja, egy, kettő. Kettőt húztam. Biztos? Igen. Azt tudod, hogy erről videófelvétel készül. Igen, ugye? És majd kiírhatod, hogy Miki csalt. Hát, ha majd kifér a kaci csal mellé, akkor ki fogom mondani. Egyet húzok. Meg még egyet húzok. És még kettő maradt neki. Akkor csicska. És ki fogok rakni egy fehér fejű sast, ami egyébként egy késes cicával rendelkezik. Kihúzta a késős cicát! Jó, az ott kacinál már azért eléggé sok. Úgyhogy át is adom. Én jövök. A kört. Fervit Wuf, nagyon szépen köszönöm a feliratkozást. Nagyon, nagyon cuki vagy. Én kijátszom a panda medvémet, aki így féloldalasan felveszi a szabadság kalapját, ami így megduplázza az erőmet, illetve leamputálom az anyát, rólad az extra akciódat. Nice. Kész vagy? Kész. Akkor én kijövök egy szemétlen barrakudával. Egy barrakuda? Tényleg azt mondja, hogy lehet rakni a kalapot. Aha. Igen, csak úgy. Egy garbónyakú ünnepi pulcsiban. Lenyűgöző alsó gatyában. Nem. Fuck! Nem. Bocsánat. No way, Jose. Akkor viszont, ami elég bénán táncol. Na látod, ez passzol. Na ez tökéletes. Ó, nem látják! Várj, és hogyha így rakom, akkor... Aha, te építsd a fekvő szörnyeket. Így valóban elég bénán táncol. Fél oldalakon. Ez nagyon erős az a szörny. Igen, ez 2, 3, 5. Hogy így látják? Így látják jól, ugye? A szörnyemet. Nagyon szép. 3 akció volt, úgyhogy tesz, kaci. És ne felejtsük el, hogy vízi. Látjátok, hány vízi baba van? Kevés. Ja, csak mindegy. Én egyet húzok innen. És lerakok az asztalra egy malacot. Csirke! Egy malac. És jó, csirke! Azt szeretném, ha ezután a cserekártya után Dávid, neked egy malacod lenne kalapban, és nem egy pandád. És kérem a pandát. Mutasd a cserekártyát. Cserélj meg 2 fejet az asztalon. Ezt a malac fejet szeretném azzal a panda medvével meg. Dögöljél meg. Dögöljél meg, András. Nem is így akartam csinálni. Remélem, hogy megdöglök. Rácsesztél. Most már mindegy. Most már mindegy. Kész vagy? Kész vagyok, mert leamputálták a kezemet. Dávid. Le kellett amputálni a kezemet, de elloptad a... A pandádat. Egy. Hangosan számolom. Egy. Ami azt jelenti, hogy nekem van egy malackám, ami egyébként egy tankis. Mint a melléket ábrahogatja. Igen. És ne felejtkezzünk el arról, hogy az egyik keze az egy nunchakus T-rex. Úgyhogy ez a malac, ez egy malac. Ez egy elég fasz a malac. És mit dupláz meg a kalap? A viselőjének az erejét, tehát hogy a teljes szörny erejét. Ok. Ami azt jelenti, hogy ez egy 10-es szörny. Ok. Na, én jövök? Igen. Egy 10-es földi, András. Az anyádat. Akkor én először is szeretném kicserélni a barrakúdát a panda medvére. Hát akkor ez ennyi volt. És a... Húztál?
Egyet húztam, igen. Jó. Csak hogy legyen ez teljesen egyértelmű, jó? Egyet húztam, igen. Ez volt a második akcióm, és a harmadik akcióm, hogy a panda medvére adok egy parti sapkát, oh, yeah! Ami megduplázza az erejét, vagyis te a 10-essel mehetsz a csicskába, mert az enyém 12-es. Ami azért nagyon jó, mert biztos vagyok benne, hogy mielőtt harcolhatnék vele, valaki el fogja vinni valamiért. Én egyet húzok. Vedd le róla a sapkát? A 12 az nagyon sok. Nagyon sok a 12. Egy borbónyakú ünnepi pulcsis, elég bénen táncoló panda medvén még a parti sapka is. Mondjuk de hallom, ez malac... a tökéletes karácsonyi szerelés, nem? Bénen táncolsz az ünnepi pulcsidba, a parti sapka rajtad, kit érdekel be, rúgunk már. Játszok egy altatót, ez azt mondja, hogy válasz egy baba hadsereget, és dobd el a tetejéről a hadsereg felét felfelé kerekítve, úgyhogy 5 baba esetén 3-at, úgyhogy ez 5 baba, úgyhogy eldobok 3-at. És ez fejjel lefelé is, fejjel felfelé. Fejjel felfelé, aha. És megnézhetjük. Megnézhetitek, ez egy virágbaba volt, egy kamubaba. Az én voltam. És egy vén öreg pelemkapoba. Ah, nézd, ez te voltál. Vén öreg pelemkapoba? Miért vagyok azért? Nem. Oké, haladhatunk tovább, te jössz. Jó. Én akkor ezzel együtt húzok. Kénytelen voltam lealtatni onnan a babákat, mert nagyon sok pontot vittek volna, úgyhogy... Ja, ez nem lett volna rossz. Az elején kiment az összes baba az a dobóba is. Én lejátszok egy lamantint. Ne! Ennyi? Ez egy lamantint. Igen, megvolt a 3 akcióm, úgyhogy... Akkor én most... Nem állok nagyon... Provokálom a tengeri baba hadsereget! Jó. Láthatóan. Ez egy pont. Az mi az enyém? Az még a tiéd, nekünk elmennek a tengerieink, neked meg az egész. Mi? Az egész elmegy ilyen? Igen. Aha. Hát egyszer tudhatsz harcolni. Hát ezt elcsűrtem elég szépen. Én ezt nem mi tudtam. Ettől függetlenül nagyon... De van egy dagadt kajakozó babád. Igen! Hát nem megért? Egy dagadt kajakozó babáért... Lefordíthatod, lefordíthatod, csak egy pontod van. Teljes maxi. Ez a próbakör, ugye? Nincs győztes és vesztes. Hát rajtad kívül más vesztes nem lesz. Én kijátszok egy lajhárt, egy galambot, és a fehérfejű sasomnak annyi szörnyem van, gyerekek, nem hova fér. De te miért húzol ennyi? Fehérfejű sasomnak láncfűrész keze van. Én elcsesztem a nagyon jó szörnyemet. Dávid. Az a helyzet, hogy én meg vagyok egy kicsit rökönyödve, úgyhogy én lehetséges, hogy ez is csak 2 kártya. Győzd le őket. Csak 2 kártya. Az a kérdés, hogy akkor érdemes erősödni, de hogyha mondjuk van ott egy 3-as, meg egy 2-es, akkor az elég jó. Az a baj, nem nagyon tudok azonosulni a problémáimmal. Ja, én azt beprovokálnám. Beprovokálnám. És ez egy 3-as, és egy 1-es, egy vaddisznó baba, és egy pókbaba, amit én bizony rendkívüli egyszerűséggel le fogok győzni, és még csak nem is érzem annyira pazarlásnak ezt. Akkor most én jövök? Igen. Akkor én szeretnék... Te miért dobtad ki azok? Mert neki is ki kell dobni az összeset. Tehát, hogy így, hogyha ha valamikor jobban állsz, akkor érdemes beprovokálni. Jó. Én szeretnék húzni... Igen. Egyet. Meg még egyet. Meg még egyet. Ez aztán jó kör volt. Te jössz, Kaci! Ah!
Ó, oh, wow, egy nulla pontos. Dávid bácsi. Jó képű fiatal ember a bal szélem. Ja, nem én. Ne. Agyulak egy testet. Agyulak. Kész vagy? Igen. Egy. Minden nyár elején én is pontosan. Kettő. Egészen pontosan ugyanígy. Három. Na végre kaptam. Jó lett? Testet. Te kaptál testet? Igen. Egy. Kettő. Ezt nem tudom, hogy ide berakni. És harmadiknak... mennyi ez? Még csak két lap. Az összes akciódért tudsz provokálni. Tehát a teljes körödet. Tudom, tudom. Csak azt néztem, hogy van-e még értelme erősíteni a piros... vagy nincs. De szerintem nincs, hogy a harmadik akciómmal kirakok egy velociraptort. És a szörnyeknek nem kell, hogy teljesen kész legyen, ugye? Csak nem. A fej is tudhat. Igen, ez egy már fej, az már. Egy fej az már. Ez a velociraptor. Én húzok. Kettőt. És sajnos ennyi. Mit csinálsz a harmadik opciódban? Húzok még egyet. Úgy érzem, hogy beleszazott. Eddig nem gyűjtöttünk még semennyi pontot. Te! Nekem van négy. Mi volt ez a hang? A véleményem. Ne haragudj, nagyon rég társasoztunk együtt bármit, úgyhogy elszoktam attól, hogy milyen hangokat adsz ki magadból, amikor olyan dolgok történnek, amikkel nem értesz egyértelműen egyet. Faci, átvehetesz, hogy lássam, hova rakom a lapokat? Mert hogy én nem egy akármilyen lazacot játszok ki, hanem egy jóképű lazacot. Ez egy lazacávó. Visszaváltok. Oké, adok neki egy olyan testet, aminek hála egy kiadós favágásra készen áll. Hát ne hülyeskedjél már. Hát ez én vagyok. És adok neki egy nunchakus T-rex kezet. Nem? A mindenit. De te húztál is, nem? Nem húztam most. Ha? Most nem húztam. Ez egy nagyon erős dolog. Ez egy elég erős dolog. Erős dolog. Ez pont az jó pont. Lenne, hogyha olyan erős dolog lenne. Ja, jó lenne. Én húzok egyet. Meg még egyet. És azt szeretném... Ajaj. Hogyha... Ajaj. A velociraptorom elbűvölő tornásztrikóban vannak. Jaj, tetszik ez a velociraptor. De csak azért, mert elbűvölő tornászruciban van. Dávid jön. Én kijátszok valakit. Akiről nem tudjátok, hogy, hogy kicsoda, mert maszkot visel. Ó. És viseljetek ti is maszkot, gyerekek, akárhova mentek. Ne ilyet. Ne ilyet. Van másféle. De annyit lehet róla tudni, hogy húsból és fájdalomból teremtve érkezett ő közénk. És hogy is mondjam, ez a baj, hogy nehéz elmondani, hogy... Hát igen, ha már húsból és fájdalomból lett teremtve, akkor nem csoda, hogy rémisztő cipőben lépedve az életetekbe. És nem tudjátok, hogy ő kicsoda, micsoda, úgyhogy...
Én lehet, hogy most az istenekre bízom magam, és azt mondom, hogy kiprovokálom a tengeri baba hadsereget! Jó. Ahol van egy tintahal baba és egy kamu baba! Szóval megnyertem. Akkor ők megy a levesre. Megnyerted volna, hogyha az én húsból és fájdalomból teremtett rémisztő cipőkben lévő szörnyem nem! Egy boldog tintahal, ami egészen pontosan 5 a te négyeddel szemben. Be tudunk zoomolni az elkeseredettségére? Valahogy? Majd utólag. Elkérhetem a tintahal. Oh. Legyél boldog a kamu babáddal. De neked is a levesbe megy, nem? Nekem is a levesbe megy, persze. Csak Csak attól még kibasztál velem, értem? Nem basztam ki veled, magamnak gyűjtöttem pontokat. Dávid, a székedbe tudsz előrébb jönni 5 centit. Tudom. És akkor mi lesz? Nem fog neki érni a polcnak. Neki megyek a polcnak? Ezek szerint egy kicsit. Ja, bocsánat. Hát jó, ez esetben megint beszívtam. Kaci, te jössz. Nagyon sajnálom. Te is a pénisz keresed jobb oldalon? Én vagyok a jobb oldalon, úgyhogy... Mi? Milyen pénisz? Azt kérdezték, miért van egy pénisz kirakva a jobb oldalra? De sose fogjuk megtudni, hogy... Lehet, hogy... Jaj, de hát ezt meg lehet mutatni? Persze. De lehet, hogy rám gondoltak. Ez a doboza a játéknak. Igen. Szőrös. Ezért szerettem bele, és aztán az már csak egy más kérdés volt, mint nagyon mókás a játék. Ja, hogy az asztalon volt kirakva kártyákból egy pénisz. Ja! Ja! De már elment a levesbe a pénisz. De hát akkor az... mennyi? Te jössz, Andrásom. Én jövök. És csak zöld van. Én ezt kiprovokálom. De ez... kiabálni kell. Provokálom a babát! Ez egy szakállas baba! Oh-ho! És egész életlenül én raktam oda, és egész életlenül pont 3-at ér a zöld hadsereg. Akkor legyőzöd. Akkor legyőzöm. Az egyenlőség az győzelem. Győzelem! Na, én back to square one. Én húzok 1-et, 2-t és 3-at. És bazd meg. Én húzok 1-et, 2-t, és 3-at! Mindegy. Mi az? Semmi. Nem adhatok tanácsokat. Nagyon jót húztam. Risky manőver. Provokálom a piros babát! Mennyi az? 6-ban vagy, ugye? Uh-huh. Akkor számoljunk együtt. Ez 2, egy zümmögő gabával. 4, egy vadászgép babával. 5, egy pilangó babával. Baltás pilangó babával. Baltás pilangó babával. És... ne! Lézer pteró baba, amivel 7! Balunc! Elúszik András összes szörnye, a babák győzelem ittasan a dobópakli csecsére tapadnak, mi pedig boldogan folytatjuk az utunkat ebben a társasjátékban tovább. Ki. Valaki azt kérdezte, hogy be vagyok-e szívva. Aki ezt kérdezte, az valószínűleg nem látott még itt engem. Beszívva. Általában társasjátékozás közben. Ti is így gondoljátok, ugye? Akkor én húzok. Lefőtt a sasnak. Én lerakok egy nyuszikát. Ennek a nyuszinak késekkel, ez a nyuszi, ez késekkel és burítókkal van felfegyverkezve. Ha innen nézed, akkor csak az látszik, hogy itt zöld a teteje, kicsit olyan buttplugosak ezek a kések, de csak azért, hogy ne rémiszék el a fiatalabb közösséget, mert a kés az azért az veszélyes, a buttplug kevésbé. Ez 2 akció. Nem azt mondtad, hogy na akkor húzok? De. Ennyi. És ennyi volt. Ja, jó. Sajnos. Csak biztosra akartam menni, hogy
Én húzok egyet. Igen. Fuck. És aztán kijátszok egy űrhomárt. Vagy már. Jaj, ne! Csak egy űrhomárt, ne! Aki... Nincs öltönyben. Nincs öltönyben? Nem. Hanem lenyűgöző alsó gatyában van. Oh. Okay. Hát jó, nekem egyet húznom kell mindenképpen. Mert? Meg még egyet húznom kell. Nem? És... ennyi. Két akciód volt? Igen. Akkor húzok egy harmadikat is. Nem már! Mi történt? Szart húztam! Na, az a helyzet, hogy... az én késekkel és borítókkal felszerelt a kis nyufim növesztett... Rákos. Egy... Hát igen, sajnos. Szóval... Ez a szomorú helyzet. Emellett viszont egy átkozottul kellemes furó is van a rákollós kezében, ami plusz egy akciót ad nekem, ami azt jelenti, hogy még kettő van. Az egyik akciómat én egy kurva húzásra fogom felhasználni, és azt is elmesélem nektek a nyufiról, hogy neki kísérteties cicamamuszban vannak a lábai. Adom. Én húzok egyet. Ezt lerakom. Húzok még egyet. És húzok még egyet. Kacsi. Nagyon durván hangosan ivott. Mint az anyja. Eli iszik. Igen, Eli durván és hangosan iszik. Na, Eli, tűnés, Raptor. Húzok egyet. Viknél van az összes test. Még egyet. Nem igaz. Húzok egy harmadikat is. De lehet. Pontosan így érzek. Én húzok egyet. Nem tudok mit. 10 lap van nálam, érted? Húzok még egyet. És... lerakok egy cápát, aki szőrös testét egy bikinibe rejtette. Én jövök? Igen? Ezt behúzom ide, hogy elférjen a szexi cápám. Én ez esetben adok egy átkozottú kellemes robot kalapácsot az űrhomáromnak, aki egyébként lenyűgöző alsógatyában van, ami azt jelenti, hogy plusz egy akcióm van már ebben a körben is, tehát még 3 akcióm van. Húzok egyet. Hihetetlen. Miért? Meghúzok még egyet. Hogy nem húztam buddy-t. De nincs buddy, mindegyik a wikinél van, esküszöm. És rárakok egy pimasz szombrérót. Ami mit tudom? Ami meg kétszerezi, és így 6. Igen. Az pont 6. Jó. Én... Igen, te. Ellopod? Vagy mit nézel? Kukát túrok. Ahelyett, hogy te nem tudod kiprovokálni a szárazföldit? Bármikor ki tudom. Mert akkor körülbelül 2 pont ér neki az egész elszáll a levesbe. De az neki miért segít? Mert a tiéd elszáll a levesbe. De az úgyis elszáll, ha ő kiprovokálja. Ja. Yeah. Ennyi. Kitúrtam a kukát, hogy elmenjen az egész köröm. Én húzok. Az hanyas? Húzok. Ez eddig 2 akció. A
Én leveszem a robotkalapácsodat egy amputálással. Látod, mindig amputálja. Nem tetszik, hogy az ott van mindenkinél. És kiderül a cápámról, aki egy bikiniben van, hogy egyébként tintahal csápokat visel alul. Mint egy strandra kész. Nice. Nem tudom, hogy hogyan lehet a összeboronálni a Raining Man-nel, de ez az ő dala. Húzok egyet. Viszont egyel erősebb lett a szörnyed. Képzeld el. Valóban. Nem. De. Mert mínusz egyet tolt rá. Nem, mert megduplázza, vagyis most már 8-at ér. Most már 8, azt mondja, hogy 2-vel lett erősebb. Igen. Aja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 j
De nem akarok ilyet lerakni. Hány fejetek van? Hány tested van? Sok. Jól van, nyugodjatok meg. Akkor lerakok egy fény és csodaszülte mopszot, akinek cica hasa van. Szép munka. Szép. De ezzel az a baj, hogy majd ő kiprovokálja és elmegy a levesbe. Te jössz, Kaci. Ez borzalmas lenne. Lerakok egy pterodaktiluszt, aki rendelkezik egy késes cicával. Megint? Hát visszavette a késes cicát. Ja. De miért egyes testet vettél ki? Miért nem kettes testet vettél ki? Van kettes test. Van, csak arra nem tudsz, hogy hát a kezeket rakni. Ja, hát igen. Ja. Igen, igen. De a késes cicásom falában van. Ajajajajaj, de kemény! Hát ez elég menő néz ki, azt azért megmondom. Ez itt három. Az necces, de szerintem menni fog. Provokáld ki. Én kicsit úgy érzem, mintha kevés lenne a baba. Az a baj, hogy négy akció. Kiment az elején nagyon, az elején sok. Nagyon az igaz, sok. Az igaz. Nagyon sok. Nullába kiprovokálgattunk. Igen, igen. Én inkább húzok. És tényleg kimegy a levesbe, hogyha nem tudjuk legyőzni. Uh-huh. Pont. Bezony. Ez egy. Ez kettő. És kiátszanék én még egy denevért, akit igazából egy mókus irányít. Nice. Bizonyám. Én most kiátszok egy lámát, aki báli ruhában van, és van egy denevér szárnya. Az 4, 6, 7. Igen, van hozzáfűzni valód? Van, ne aggódj. Itt lóg egy haj a szakálladón. Igen? Neked kellett volna kezdened, te vagy a legszőrösebb. Te jössz, Kaci! És aztán ránézel Kacira, és meg mindig azt mondod, hogy én vagyok a legszőrösebb? Jó, hát ami... Mondjuk sapka van rajta, szóval így nem láthatom a lényeget. Kirakok egy... Tudtad, hogy az öcsém is kopasz? Tudtam. Jajon. Kirakok egy sáskarákot, ez a második akcióm, és kirakok egy gruffacsort. Oké. Nem, én úgy fogok izéket építeni, hogy kirakok 20 fejet egymás mellé, nekem ez lesz a seregem. Nagyon jó. Az a helyzet, hogy ez a denevér, ez nagyon jó itt, de eléggé le vagyok a maradva a ti piros hadseregeitekhez képest. Úgyhogy mi van? Ami nagy probléma, hiszen egy darab piros baba sincs az asztalon. Igen. Igen, 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 igen. Ez vagy az csak 5. Így viszont húzok.
De mi lett oda? Ennyi? Nem. Hát 4 akcióm van, és eddig egy volt. Kész? Pff, igen. Akkor én húzok egyet. A báli ruhában valójában vagány kiborg lábakon áll ez a láma. Ez mennyi? Ez 4, 5, 6, ez 9. Jó. Hány lap van ott? 4? 3? Akkor még egyet húzok. Papra. Nézd, Kati. Eldobhatok a szörnyemre a dolgokat? Vagy nem. Nem. Az már úgy egy szörny. Én viszont ezzel az altatóval eldobhatok innen 2 babát. Kiment belőle 4 pont. Kacinak nincs pontja. Ja. Ó, amíg leszek több, mint az enyém. Igen. Jaj. És ez volt egy akció, amit most csináltam. Igen. Altatás. Van egy ilyen, hogy altatás. Igen. Már kijátszottam belőle egyet. Igen? Aha. És kijátszok egy grizzly medvét. És kijátszok egy maszkos fiatalembert is. Hopp. Oh. Dávid jön. Én jövök. Jó, hogy így meg azt mutatod, hogy mi van a kezedben. Az mindegy. Úgy se tudom rárakni senkire, hiszen... De hát neki van keze. Igen, neki van. Te jössz. Igen, én most 2 lapot tudnék felhúzni. Uh-huh. És azt mondja, hogy amikor az utolsó lapot is felhúztad... Akkor utána van még egy kar. Igen. Típustól függetlenül minden életben maradt baba egy hadseregként támadja meg a játékosokat. A legerősebb... De hogy most még van egy kör... Hogy van? Azt mondja, hogy miután mindenkettőt felhúzhatok, a legtöbb győzelemponttal az játékos győz. Amikor egy játékos felhúzza az utolsó lapot az utolsó húzópapiból, akkor a soron lévő játékos még befejezheti a körét, és ezután mindenkinek, beleértve a soron lévő játékost is, még egy utolsó köre lesz. Ha nem akarod, nem muszáj felhasználni az összes akciódat. Aha. Én ettől függetlenül szeretném ide rakni ezt, értelemszerűen, és húznék egyet, és húznék még egyet. Akkor én még lejátszhatok egy kört. Igen. Most. Akkor én azt szeretném, hogy kiprovokálom! Várj egy kicsit, mert én még... Ilyen maszkos fiatalember. Okay, biztos, hogy jó, ha kiprovokálod ezt a zöldet? Hát miért? Nem tudom, nem jobb, hogyha a végén ilyen szóval... Ja, a végén pontnak számít? Nem, de hogy... nem tudom. Megvered a Dávidot zöldbe? Meg. Na bazd meg. Ki, ha lerakott egy 3-ast, akkor van. 2, 1, 5... Meg 3 az 8 lehet neki maximum. Nekem meg 9 van, úgyhogy igen. Hát jó. Kiprovokálom a zöldet. Megversz a zölddel. Legalább elmegy neki is a levesbe. Megversz a zölddel. Az a baj, hogy engem is. Ja tényleg. Oh! Wow. Nice! Biztos a tiéd meg akkor nem az. Nem. Az övé akkor az piros vagy kék. Kacita, jössz! Ja, hogy ezért...
Cseles! Mert úgy mondtam, hogy ha te nem provokálod ki, akkor majd én tudom a kéket, amiben meg jó lehet. Szép, szép munka. Vagy a végén az all time-ba. Jó, hát akkor nekem van egy nagyon erős szörnyem, ami nem csinál semmit. És most még egy kör van, ugye? Most... Nekem még van egy kör. Dávid még most van. Igen, én kiprovokálom a kékeket. Ami azt tudja, hogy én vagyok 2, 4, 5, 6-ban. Ez 2, 4, 5. Jaj! Nem! Ez van! Nem! Nem! Bevarál! A nagy fehér babámban bevarál! Viszont... Tudtam, hogy ezt fogja csinálni, tudtam! Dehogy is, piros! Szép! Piros! Bé. Na hát nekem 3 pontot sikerült egy szakállas babával összegyűjteni. Nekem 6-ot. Egy vaddisznó babával, egy pókbabával és egy tintahal babával. Meg egy kamu babám is van, ami valójában egy kupac szar, amiből beletoltak ágakat, egy kézilabdát és 2 lime-ot. Nekem... A legkevesebb pontok versenyében én győztem. De ebben a játékban leszoptál, mint egy csúnya, nem ügyes játékos. Mint egy félelmetes szőrbaba. Mint egy félelmetes szőrbaba, de 2 pontod van? Igen. Hát ez fantasztikus. Nem sokkal vagy lemaradva. Kacittal, így van. Vesztes. Vesztes kever. Nem kell külön a babákat. Nem, minden. És nálam még volt egy amputálás, csak arra akartam rákérdezni, hogy fejet lehet amputálni. Elvileg bár, hát... Hogyha csak fej van ott, tudok-e fejet amputálni? Amputálás. Igen, azt mondja, hogy igen. A szélső kártyát, bármelyik szélső kártyát le lehet, beleértve akár a sajátodat is, tehát így tudsz levenni izét. És azt mondja, hogy amputálás után a szörnyből megmaradt kártyák az asztalon maradnak, egy lefejezett szörny halott, de az asztalon marad, egy halott szörny nem harcolhat, nem használhat szerszámokat, semmi kártyát. De rakhatsz egy másik szörnyet oda. Még nem kap új fejet, ezzel visszatér az életbe. Nagyon jó. Nyomj egy BRB-t, és mielőtt nyomsz egy BRB-t, elmegyünk egy icipici szünetre, addig maradjatok itt, egészségügyi dolgok, és felkészítjük az új játékot, de játszani fogunk még egyet, mert Viki el fogja sírni magát. Úgyhogy hamarosan visszatérünk, másodpercek kérdése. És vedd a hangot is. Thank you.
Jó. Visszatértünk, természetesen játszani fogunk még egy kört, mert úgy nem lehet vége egy adásnak, hogy én vidám vagyok és nyertem. Úgyhogy most játszani fogunk. Ó, megint nálam van a vérmedve, és megint a medve állat maradt ki. Igen, tudom. Én megint a panda medve vagyok. Direkt így adtam. Igen. Igen. Miért? Mert ez tetszett nekem. Ja, hogy ez neked így tetszik. Jó. Hát, amit akarsz, az úgy lesz, ahogy tudom. Akarod. Mennyit osztok? Ötöt? Négyet. És ezt így ilyen nagyjáboli eloszlásban. Na! Nálam nincsen baba. Nem vagyok ügyes. Nálam volt baba. És akkor most húzok helyette? Vagy nem? A húzom helyette húzol, helyette. Igen. Ó, én is rakok be babát. És húzok helyette kettőt. És hogy is vagy? Ösztes kezd? Nekem jó kezdek! Igazából a legkevesebb pontért folyó versenyt, ezt egyértelműen te nyerted, úgyhogy akkor kezdjél. Kezdjél te. Jó, én lerakok egy... De hogy rakok? Nem rakok le szart sem. Én húzok egyet, kettőt és hármat. Én húzok egyet, kettőt és hármat. Én lerakok egy medveállatkát, aki húsból és fájdalomból van teremtve. Oh yeah! Általában ez a medveállatkákra abszolút igaz. A húsból és fájdalomból való teremtődés. És van még egy akcióm? Van. Akkor egy boldog tintahalat is lerakok. A boldog tintahal az nekem megnyerte a meccset a múltkor, úgyhogy a boldog tintahalat... Csak ajánlani tudom. Mert szerintem azért nincs ebben harapós cicijű, mert az not safe for work kiegészít. Az NSFW kiekben volt a harapós cici, meg a dildó kezű Edward, meg az összes ilyen. Van egy kiegészítő a játékhoz, amiben ilyen... Tehát, hogy ezt nagyon betépve csinálták. Az már a bulinak egy előre haladottabb verziója volt, amikor előkerültek a pszichedelikák. És ott előkerült a dildótól a kibelezett, mit tudom én még, minden van. Úgyhogy, hát mit is mondjak, csak ajánlani tudom. Én leraknék egy velociraptort, aki egyébként egy kicsit sushi is, és van egy átkozottul kellemes robotkalapácsa, ami miatt én még egy panda medvével rá tudok büntetni erre. Én lerakok egy... El is csesztem ezt a gyermek, nem örülök. Oh. Oh no, baj van! Vincek, nagyon szépen köszönöm a társasjáték.com-os linkeket, ott tényleg meg tudjátok nézni az egészet. Meg minden információ ott van, majdnem minden játékról, ami érdekelhet titeket, úgyhogy a társasjátékoknak csak ajánlani tudom. Olyan, mint egy szép BGG magyarul. Én szeretnék lerakni egy denevért. Igen. Aki készen áll egy kiadós favágásra, mégpedig, hát nyilván egy láncfűrész van a kezébe ezért.
Tehát, hogy itt rámegyünk az anatómiai pontosságra. Hát abszolút értem, abszolút értem. Én húzok egyet. Egy kis sushit erre jut az ember. Húztam egy vad provokálást. Nyert meg Viki a pirosokat. Katapultáló baba. Az egy. Egy burító baba. Az még egy. És egy szümmögő baba. Az négy. És négy vagyok. Akkor nyertem. Mm-hmm. Akkor nyertem. Allé. Várjál, te is négy vagy, Kaci. Igen. Tényleg. Oh. Ho-ho! Akkor mi van? Ezt teljesen elfelejtettem. Semmi, minden marad a helyén. Vissza... Akkor gyerte meg három. Ja, neked a csicska melléd elmegy. Igen. És, hoppá! És mi? Tegyél rá, ez volt a legjobb. Kőpapírollózni kell? Nem, visszamegy minden a helyére. Ilyenkor, döntetlen esetén, ha kettő vagy több játékos hadsereg egyformán erős a babák elleni győzelemkor, akkor a babák és a győztes szörnyek is az asztalon maradnak, várva a következő összecsapást, a babák képpel lefelé visszakerülnek a helyükre. Röviden, amit mondtam. Semmi. És aki elvesztette, az eldobja a harcba részt, vagy szörnyét. Ő eldobta. Ha-ha-ha! Jó, akkor még van kettőd, nem? Én jövök? Uh-huh. Ez egy akció, ez két akció. Én kijátszanék egy grufacsort, egy fehérfejű sastot, és a sasom az igazából a grufacsorom. Terhes delfin babákkal. Szomorú dolgok ezek. Én jövök? Aha. Lerakok egy akus átkozottú kellemes akus fúrót, tehát még van három. Bizony. Felhúzok egyet. Meg felhúzok még egyet. Igen. Igen. Ez már három. És rárakok egy Pimas sombrero-t! De amúgy ezek a sombrero-k. Ja, ez nagyon durva. Minden kalap nagyon durva. Ja, de hát mennyi van benne? Három? Kettő. Kettő? Egy parti meg egy sombrero? Meg nem, egy parti, egy sombrero és a szabadság kalapja. Lol. Akkor három. Te jössz, kacós. Te úgy ötbe vagy. Ja. Ki? Dávid, ötbe van a pirosat. Ja. Húzok egyet. Jó, de ő meg... Hatban. Hatban van. Jó, de az mindegy. Húzok még egyet. És húzok egy harmadikat is. Na. Én is hasonlóan fogok tenni. Húzok egyet, húzok még egyet, húzok még egyet. Ez egy vad provokálás. Ilyenkor én még kijátszhatok lapot? Nem. Nem. Azonnal ki kell játszanod ezt a kártyát. Provokáltad a zöldeket is? Provokáltam a zöldeket is, csak az a baj, hogy a zöldeket te megnyered. Hát vagy elveszítem. Hát négyben vagy, ahhoz az kéne ott legyen egy hármas meg egy kettes. Na, ott nincs szerintem egy hármas meg egy kettes, te meg tudod, hogy mi van ott. Úgyhogy... akkor elvesztem az extra akciómat. De lehet, hogy egy hármas meg egy kettes van. De András, az egyiket te raktad oda, úgyhogy te nagyon jól tudod, hogy mi van ott. Ha nem mind a kettőt te raktad oda. Én lehet, hogy sokkal szívesebben dobatom el veled azokat, és bukok be,
ezeket, mint két akciót. Mert te 6-ban vagy, én meg csak 5-ben vagyok. Hol van 6-ban? 4-ben van. Tessék? 4-ben van. Ja, kékkel. Mi? Nem. Hanem ő 4-ben van. Igen. Te itt 6-ban vagy. Igen. Én te meg csak 5-ben. Igen. Ő valójában 8-ban van. Nem. Ja, mert akkor is fúrom. Minusz 1-en. Igen. Tehát kiprovokálod a pirosokat. A légi boblákat. Az a baj, hogy ha jól tudom, akkor... És arra nem került az oda új, ugye? Nem. Akkor azt már akkor verted. Most Vikinek adjak sok pontot, és bukjak be 2-t. Vagy Kacinak adjak valamennyi pontot, és bukjam be az szerintem extra akciómat. Szintén szólva. Ő valószínűleg kevesebb pontot fog kapni, úgyhogy őket fogom beprovokálni. Kár. Ott. Szép! Jaj, ezt a Kaci, de beszopta. Nem csak ő. Dávid is beszopta. És van még egy akcióm. Van még egy akcióm, amivel adhatok tintahal csápokat az én delfinbabákkal terhes gruffacsóromnak. Ó, de kár érte! Húzok egyet. Húzok még egyet. Ezt lerakom, ugye? És akkor ezt meg lerakom. Uh-huh. Kísérteti és cica mamuszt, és így viszont verlek. Így viszont versz. Egészen, addig, ameddig jövök. Jövök. Kirakok egy lámát, meg egy lajhárt, meg egy lamantint. Oh. Nem lehetne, hogy úgy rakd, hogy ezeket meg ide? De. Én húzok, meg még egyet húzok, meg még egyet húzok, és kiderül, hogy az én fehérfejű sasom egy garbónyakú ünnepi pulcsiban van, és fény sebességgel fut. Hát, erre senki nem számított. Ami azt jelenti, hogy te 5... Én 10-be vagyok. 10-be vagy, én pedig 10-ben. Ah, és akkor mi van? Akkor minden visszakerül. Azért a... Ja. Két egypontos, meg egy nullapontos babáért, akkor a harc megy. Igen. Én lerakok egy... egy egyszerű mopszot, és egy jegesmedvét, és előbb is húzhattam volna. Ennyi. Jó. Kacian. Kacian, bocsánat. Jaj! Nem látszik a láb. Nagyon rá vagyunk pörögve a pirosakra, amikor semmit nem számítanak a pirosak. Igen, igen. Reménykedtem, hogy húzok még mellé, de hát nem. Elaltatom a piros babákat. Valla. Te vagy Dávid. Én vagyok. Én húzok. Meg húzok. Meg húzok. Én... Semmi. Én húzok. És húzok. És már csak egy van, ugye? Mm-hmm. És húzok. Ez három húzás. Te jössz, Kaci! Ajaj, valami történik, olvassa a szabályt. Azt akarom megnézni, hogy mi a helyzet a parti sapkákkal. Az szélső kertjának számít.
Azt is le lehet amputálni? Amputálható. Igen, ilyenkor mind a kettő szélső kártyának számít. És együtt amputálod őket? Nem. De mi van, hogyha a fejet leamputálod? Akkor ott marad a particsákon, míg nem kap új fejet. Oké. Okay. Csicskosan. És ha a szombrérót le... Akkor, tehát hogy a szombrérót le tudod külön amputálni, meg a fejet is le tudod külön amputálni. Mi történik? Semmi, egyetéves vagyok. Nem sokkal több. Én vagyok? Igen. Provokálom a kéket. Lássuk, hogy elviszi a... Hát az egész jól megérte neki. Igen. Különösen ocsmány rákbaba. Én aki megy oda. A rákba. Ba. És tudod, mit visz magával? Egy jeges medvét. Fuck no! Fuck yes! Oh yeah! Oh yeah! És én jövök. Igen. Te bele ne nézzél még egyszer, édes lányom. Nem oda nézek! Ő neki van egy intravénás kávézolálója, ami ugyanazt tudja, plusz egy akciót kapok, de ez mínusz mi? Egyet. Ez úgy érzem, mintha lennének olyan lapok, amiket nem láttam az előző körbe. Kell, nem hogy legyen ilyen. Kell, hogy legyen ilyen. Miért? Hát mert... De hát ugyanazzal éppen. A paklival játszunk. Húztam egyet, akkor még két akcióm van, ami azt csinálom vele, hogy kijátszok egy fény és csodaszülte mopszot, aki át akar minket verni, mert egyébként egy mókus irányítja őtet. Ok. Ez esetben... Húzok egyet. Igen. Meg még egyet. Hát ezen nem lettem előrébb. Úgyhogy ezt rárakom minden erre a babára. Ez mennyi, hogy ez úgy... Kettő, egyszer három, nagyon el fogod négy, vinni ezt a kettőt élő pirosat. 12, Jesus. Nem is azt akartam lerakni, de most már mindegy mellett. Az egy elég szép szörny, azt megmondom, hogy ez egy elég szép szörny. Az 5, 6, 12-t ér. Ennyi? Aha. Uh-huh. Most ebben az esetben én lerakok egy jóképű lazacot, és hogy megerősödjön a tengeri hadtestem egy barrakúdát is már lerakok. Te csak fejekkel operálsz. Igen. Hát, hogy neked így lebegnek, ilyen lebegő fejek az összes hadsereged. És szerintem tök menő lenne, hogyha az a fényszült a mopsz is lebegő fejű lenne. Ide belebegne a feje. De a fej, fej lebegjen, vagy hittem, a mókus test? A fej. Munka! Nem tudom, hogy miért engem bántasz. De... Téged bántalak először. Jó. Egyet. Ó, kettőt. Hármat. És... ez a pimasz szombréró, ez menjen innen. Na! Ezt találtam ki. Hat. Ez úgy hat még mindig. Jó. De neked így akkor sokkal-sokkal több a picsába. Akkor én húzok egyet. Tönkretetted a tervemet, András. Én? Teljes egészében. Mivel? Olyan terveim voltak. Hát, sajnálom. És lerakok nem. Egy, a mopszra rakok egy késes cicát. Meg még rárakok egy ilyen gépfegyveres valamit. Az bizony elég menő, te! Aj, hogy a mókusom az nem tud semmit csinálni most. Nézd, kaci! Húzok egyet. Ide rakom. Húzok még egyet. És... no offense a mobszok ellen, de ezt is megölöm.
az azért nagyon nagy baj, mert nincs nálam fej. És ilyenkor mi történik vele? Hát ő most így halott, és itt marad, és hogyha majd ráraksz egy fejet, akkor feltámad. Én visszaraknám, mert hogy ez valójában végig egy cápa volt, akit ez a mókus irányított, és a legdurvább dolog ebben a cápában az az, hogy egy nunchakus T-rex keze. Jézus Mária. Oké, adom. Ő nem a szaragurigázó fajta, ezt nyilván láthatjátok is. És most látom, hogy a T-rex karhoz, aki nunchakuzik, még valamit hozzáadhatsz, tehát a nyelvével még tudna a kusfúróval operálni. Hát vagy egy intravénes kávéjalomot be lehet rakni gond nélkül. Ez három akció volt, úgyhogy van még egy akció, amit húzásra fogok felhasználni, és ezt berakod. Oké, akkor húzok egyet. Meg még egyet. Meg még egyet. Akkor én provokálom a zöldet. Provokál és elviszi a zöldet. Bár mondjuk egy hármas volt az egyik, nem? Kettő. Az azt jelenti, hogy Kacinak öt pontja van. Annyi pontja van, amit én gyűjtöttem, nem hatot gyűjtöttem az előzőben, de azért mégiscsak. Abad provokálást miért hagyod ott? Mert anélkül nem lehetne. Én provokálom a pirosokat. Fantasztikus. Ami azt jelenti, hogy 2, 4... Az lehet, hogy 10 pont. Elképzelhető, hogy egy repülő robbanó baba és egy sárkány baba is megjelent a végére. Az azt jelenti, hogy Dávidka meghal. Ájjájjájjá. Te is. Én is azt tudom, de hát mennyivel jobb, hogy te is. Ja. Érted? Tudjátok, hogyha egy ember, ha két embert megszivathatsz, nem baj, ha az egyik te vagy. Igen. Szomorú lennék a veszteségért, de nagyon... így, hogy ők még nagyobb veszteség írte, így egyből okéja. Megmondom őszintén, hogy erre nem számoltam, azt hittem, hogy itt most iszonyatosat fogok szakítani ezzel. Na jó, húzok. Fú, ez nagyon fáj. Hogy kell feldolgozni? Várják, kudarc elmény feldolgozás. Ne, egy grizzly medve. Az mennyi? Az 4-5. 5? Nem. De. Yes. Húzok egyet innen. És kirakok egy sáskarákot. Ah! Meg egy pterodaktiluszt is. Ah! Ennyi! Szarok a szörnyekre, nem tudom. Fejeket épít, érted? Ami azért jó, mert nekem például nincsenek fejeim. Nekem sincs fejem. Egyáltalán. És ezzel együtt a kurva anyádat. Mert hogy ezen bizony keletkezett egy parti sapka. Amputáld már a parti sapkáját. Ne amputáld le a parti sapkámat. Akkor a mennyit van? Hagyd békén, semmi. 10. Bazd meg. Nekem meg 5. Szarba nem vagy, hát hadd, nem már. Hagyjátok békén. Meg kell ölni, el kell pusztítani. Húzok egyet. Kussoljál. Meg még egyet. És elaltatom azokat a babákat. Vagyis akkor most a háromból kettőt elveszed. Két felsőt elviszed. Ne vigyétek a pontokat, gyerekök! Mi ment el? Vidös picsával. Egy babatorpedó. Meg egy tintahal baba. Nice. Most akkor én vagyok. Pazarolt, csak húzok a egyet. Pontokat. Bekül a zöldre. Húzok még egyet. Ezt megtartom. És... azt mondom... hogy a pterodaktiluszom báli ruhában van. Jaj, de szép! Elkezdtél szörnyeket építeni? Na, egy robotkalapácsot adnék a T-rexnek a szájába. Rendi, akkor egyből már csak 8? Már csak 8, igen. De ettől függetlenül téged még bivajul. De, tudod mit? Nagyon jó, nagyon jó.
Úgyhogy húzok még kettőt. Na az van, hogy én a, ezt a játékot most már én nem akarom nulla ponttal zárni, úgyhogy én bizony kiprovokálom az erdei babákat. Mik azok? Szárazföldi baba hadsereget, és ha most az nulla lesz, akkor kurva ideges leszek. Oh, adja az ég. Oh, nice! Pont nélkül ülök! Pekon, nagyon-nagyon Kacit szépen köszönöm baba. A 4 hónapot. Nagyon-nagyon király vagy. Kaci, te jössz. Szerintem húzni fogsz elsősorban. Faszomból igyon ez a játék. De miért? Annyira szép én lett volna. Jó, én húzok. Megint. Nagyon jó. Akkor ez eddig 2 akció volt. Lerakok valamit, aminek annyit tudhattok róla, hogy cica hasa van. Én jövök? Te. Igen. Húzok 1-et. Húzok 4-et. Meg még 1-et. Oké. Okay. Nem kell húzni. Azt, hogy nem kell húzni. Nem kell húzni. Mi nem kell húzni? Nem kell húzni. Nem kell húzni. Kaci! Az én... Nem akarlak provokálni. Bocsánat, hogy kiabáltam. Az én nyuszim bikiniben van. És ahogy látom, le is van barlóva, csak az arcát kente SPF-fel. Mert a szőr barnul. Napsütés. Ez ilyen... Trikolor nyuszi. Na jó, én... Én beprovokálom a kék. De majd, mert nem látod, hogy a farkam ilyen. Ne ítélj elsőre. Bocsánatot kérek. Beprovokálom kékéket. Na! Lássuk! Nagy fehér baba. Remélem meg itt leszopott a nagy fehér kamu baba. Pucér jetski baba. És egy hajó baba. Én akkor nem az van a maszkjában. Iszonyatosan megverem, nem az volt a maszkomban. Okay. Úgynevezett pontokat gyűjtöttünk, gyerekek! Pontokat! Arra játsszák ezt a játékot ugyanis. A, innentől kezdve le vagyok szopatva, de... Na jó. That just happened! Lerakok egy maszkos babát, fejet. Milyen színű? Piros. Majd megmondom. Piros. Jó. A Chicago 01, nagyon szépen köszönöm a donation, nagyon király vagy. Rakok hozzá egy elbűvölő tornásztrikót. Egy elbűvölő tornásztrikó. És... Ez nem egy trikó. Falábakon! Azt várjátok ugye, hogy elcsúsztatom. Mindannyian azt vártok, hogy elcsúsztasz. Helyes, Kaci! Történjék, aminek történnie kell. Az, hogy altatgatjátok a kurva babákat, ettől vagyok teljesen kiborulva. Legyen az, hogy ez egy űrhomár. Az valóban egy űrhomár. Ami mindeközben benjózik. Na, adom a benjózó űrhomarat. Te jössz, Dávid! Arra gondoltam, hogy a stream után ráérsz, akkor itt maradhatnál ragozni. Én nem tudok nagyon mit csinálni azon kívül, hogy kihúzom. Kiraksz egy zöld babát. Miért akarok kirakni egy zöld babát? Nem akarsz, de ezt fog történni. Miért? Ja, hogy zöld babát. Oh. Kéket. Miért örülsz kéket? Van lent? Ki tudja. Én például nem. Meg kellett néznem, hát nem tudhatok én mindent. Megnézheted, ezt mondja a szabály. Igen?
Na az van, hogy én továbbra is inkább szeretnék pontot gyűjteni, úgyhogy kiprovokálom a kék babákat, mert nekem egy kék hódom van lent, és megint csak azt tudom mondani, szeretném, ha megismétlődne az előbbi jelenet, amikor azt mondtam, hogy eléggé ki leszek, hogyha kamu baba van ott. Q. Sad music. Egy pont! Boxy G, nagyon szépen köszönöm a 7 hónapot, Team Homarat. Ez a dagadt kajakozó baba, tudod hány ponttal ér többet? Annál, mint ami neked van? Számoljuk össze. Végtelen. Mi? Van pontod? Basszus, tényleg elvitte a kékeket. Basszus, azt hittem még mindig nincs pontja. Ne! Aj, semmit nem szeretek jobban, mint akkor amikor... Akkor ezek szerint itt nem... Ja, azt már megtudtuk egyszer, igen, hogy igen. Nem kék van neki. Semmit nem szeretek jobban, mint amikor a buli pofára esik. Az a kedvencem a földön. Na, András. Mond. Ja? Jó, jó. And it's done. Kutya meg a macska. Húzok egyet. Meg még egyet. Meg még egyet, mert nincs mit leraknom, és továbbra sincs. Mert Andrásnál van az összes fej. Nem, Andrásnál már nincsen fej, kijátszotta az összeset az első 3 körben, és azóta nincsen fej a játékban. Jó, András kirak egy akus fúró. Azt hittem kirak egy fejet. Nem, mert ahhoz húznom kell. Nem húzhatsz fel több fejet, András, ez a szabálya a igen. Játéknak. Ha felhúzom még egy fejet, akkor vesztettél. Igen. Ha felhúzol egy fejet a jövőben, akkor azt tovább kell adnod valamelyikünknek. És mindannyian tudjuk, hogy kit utálsz jobban, úgyhogy nekem fogod adni. Miért annak adná, akit jobban utál? Nem annak adja. De mi egy csomó mindent csinálunk együtt, te meg csak egy ilyen kis belvárosi csitri vagy. Ennyi. Nem? Pontosan ez a titok. Háromnak. Sokkal több ideje van téged megutálni, mint engem. És ebben az esetben... Lássuk be a kapcsolataink, ahogy mélyülnek. Úgy kedveljük egymást egyre jobban. De nevén szárnya van a nyuszimnak. Na jó, jó. Oké. Én húzok egyet, és adok neki... A maszkosnak? A maszkosnak egy nunjokus T-rex kezet, és egy rákolló kezet. Mert úgy érzem, hogy erre nekem, neki szüksége van. Én... Nagyon szeretnék egy fejet húzni. És sikerült is, úgyhogy most már... Hát nem tudom, hogy nem érdemes leraknom, mert veszteni fogok vele, de lerakok egy galambot, egészségügyi problémákkal küzdőt. Ó, neki aztán tényleg van baja. Egyébként késekkel és burítókkal van felszerelve. Mert egy egészségügyi problémákkal küzdő galambnál mi lenne, és mint mondja, kések és burító? Azt mondja, hogy nyeh. 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 Annyira hangosan iszik az a kutya. Nagyon hangosan iszik a kutyám, de hatalmas átéléssel is ugyanakkor. Húztál egyet. És le is rakom azt a malacot. Egy malac. Mekkora malac az? Megint veszteni fogok, az igazság. Mekkora malac van a srácnak? És azt szeretném, ha a pterodaktiluszom a szabadság kalapjában venne részt ezen a rendezvényen. Ezen a szépségkirálynő választáson? Ez is ebben, amit meg is nyert. Húzok. Rakok. Én húzok egyet. És adok a galambomnak egy denevér szárnyat és egy láncfű részt. Milyen jól néz ki? Nálam sose volt denevér szárny. Azok az egészségügyi problémái, hogy egy denevér szárnya van. A láncfű rész kéz az már mindegy ebben az egyenletben. Te jössz, Kaci!
Felhozod az utolsót? Nem, provokálom a... Te csak... Te semmi nem vagy. Te sem vagy semmi. Akkor provokálom a pirosat. De ő lehet, hogy piros. De mindegy. Ő piros. Ja, de miért? Mert 2, a te meg... Ja, ja, ez is piros, de hat, én vagyok. 8-ban vagyok. 8-ban vagy, én 2, 3, 4, 5, 7-ben. Akkor lássuk! Az biztos, hogy van benne egy baltás pillangóbaba, illetve egy kamubaba, azt tudtam, és egy lézer teróbaba. 3 pontot nyert András ezzel. Gratulálunk! Köszönöm. És kedves. Én ennyi pontot gyűjtöttem. Teljes. Én jövök? Igen. Akkor én még húzok egyet, és... ha már itt tartunk, akkor én kijátszok egy cserét, és ti cseréljetek fejet. Csúcs! Kijátszódnak majd a zöld babák, ha én nem hívom ki őket? Aha. Akkor jó, mert akkor neki még adok... De már így is több pontod van, mint nekem, mi? Akkor én igen. Adok vagány kiborg lábakat még ennek a nyuszinak. 8 pontod. Azt ennyi. Ennyike. Kiborg lábú nyuszid van. Igen! Kiborg lábú, késekkel és burítókkal felszerelt nyúla van. Akinek van egy denevérszárnya és egy láncfűrésze. Az a baj, hogy nagyon kedvellek, és csak egy dolog menőbb egy nyuszinál, és szeretném, ha azt megkapnád. Egy galamb. Greedy! Greedy voltál, úgyhogy... Ez esetben akkor engedd meg, hogy... Te most, még most te vagy, mert te húztad fel. Igen. Nem tudok mit csinálni. Jó, akkor most vagy provokálhatsz most. Aha, provokálom a zöldeket. Mert hogyha nem provokálod a zöldeket, akkor? Akkor az van, hogy egyesült erővel a zöldek és a kékek támadnak mindenki ellen. Ez ugye az extra szabály. A neki 60, nekem pedig 2, 3, 4, 5, 6, 7! Minden egyben maradt baba, egy hadsereg yeah! A játékosokat, a legerősebb összemont hadsereget rendelkező játékosok le tudja győzni az összemont baba hadsereget, megnyeri a harcot, begyűjti az utolsó babákat. Nem örülj még, mert lehet, hogy leszopatnak a babák. Oh. 7. 7. Az azt jelenti, hogy egy ördöghal baba az 1, egy pókbaba az 2, egy böfögő baba az 4, egy tankbaba az 6. Ennyi? Nem, még egy. Még egy. Még egyel oké vagyok. Vagy egy kamuval. És ezzel megnyerte a Viki. Mindjárt kiszámoljuk azért. Ó, hogy mennyire eldönthettem volna, hogy te nyerj, vagy kacsi. De tudtad, hogy annyival jobb, amikor boldog átteszel. Itt tényleg sokkal jobb, ha boldog. 3, 4, 6, 7, 8, 10. Neked? 8. Neked? 5, 6, 6. Hogy nem tudom, hogy jobb nyertes, vagy jobb vesztes, mind a kettőnek ugyanolyan rossz, de ezt valaki klippelje ki, mert erre nekem később szükségem lesz, és nektek is szükségetek lesz rá, úgyhogy legyen olyan kedves, és valaki ezt tegye meg. És töltse is azonnal le, és tegye föl egy Google Drive-ra, hogy nehogy az a modok, meg izék, klippek törlésén ez elveszik. Igen. Happy wife, happy life. I guess. Ügyesek voltatok ti is. Tudom, hogy mindent megpróbáltatok. Fú, a lesvány szarbasz meg. Ezt nem lehet volna megnyeretni az egészen bazd meg. De nem belenyeretted meg, mert tudtad, hogy mi lesz a legjobb. Kösz.
És csodálkozom, hogy minden egyes közös videónk alatt van egy komment, hogy ez a Wiki Buzz, mert... Soha többet ne hívjátok, annyira irritáló. Kurva irritáló. De ez tényleg az, úgyhogy én nem vitatkozom velük soha. Nézd! Én pontosan jól tudom, és ezt az utóbbi streamekben is elmondtam már. A személyiségem egy nagyon különleges aspektusa jön ki a társasjátékos videókban és streamekben, ami nem feltétlenül a legvonzóbb aspektusa a személyiségemnek. És hogy ez neked még pénzbe is kerül? Jó, nem sokba. Ennyit megért. Ennyit megért. Drágáim, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Bears vs. Baby. Ha minden jól megy, akkor holnap reggel. Viktor nem válaszol, de elméletileg Viktorra válaszol. Nem jó neki? Nem. Akkor tök jó, hogy te figyeled ezt a csetet, csak igen, mint amikor felhívtad Kacit, hogy hol van és tudja elhozni az átalakítót, én meg így már elolvastam a cseten, hogy 13 perc múlva itt van és hozza. Jó, hát jó. Nekem nincsenek értesítéseim, úgyhogy én akkor nézek rá a telefonomra, amikor eszembe jut. Most mit csinálja? Szóval nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, reméljük, hogy jól éreztétek magatokat. A YouTube csatornán természetesen ott lesz vágott verzióban ugyanez a videó, és jövő héten... Nézzétek meg, mert van benne meglepi. Van? Igen. Ja, igen, van benne meglepi. Van benne meglepi, ami nektek jó. Igen. Szóval jövő héten ugye Dávid szabadságon van. Oh, yeah. Nem fogok zsibadni a Balatonparton egy hetet, és majd meglátjuk ügyesen, hogy onnan tudok-e majd streamelni, de megpróbáljuk valahogy összehozni. 4G csak lesz valahol. Viszont miután hazajöttem, én minden héten... Nélkül esély dolgozni. Jó, de hát én már öreg vagyok. Nekem az a csoda, hogy van, nem az, hogy négy. Szóval mostantól a jövő kivételével az után folyamatosan lesz társas, visszatérünk, legalább 5 társas be van készítve a következő hetekre. Az egyik, csak mondom, ami ma lett volna, de keresztbe húzta a számításainkat egy szájban lévő ideg, Attilával lett volna Roxforti csata, úgyhogy azt majd megpróbáljuk később összehozni a következő 1-2 hónapban valamikor, amikor már... remélhetőleg nem bénult le a fél arca. Igen. Az nem baj, hogyha az ember tud beszélni. Most lett volna D&D hét, igen, csak a kibaszott bátyja elhúz ebből a fostörga országból, és el kell búcsúztatnunk. Igen. Sajnos bulizni megyünk pénteken, úgyhogy nagyon sajnáljuk, hogy nem lesz D&D. De bulizni megyünk. Hát bulizni, érted? Oda megyek, iszom 2 sört, és aztán... Aztán 9 óra, látványosan el... Hát akár Hearthstone-ozhatnék is otthon, úgyhogy... Úgyhogy megyek, hogy viszek laptopot, és beülök a sorokba. Az egyik. Viszont a héten azért még találkozunk, mert holnap reggel Pod of the Morning, délután egy másik csatornán leszünk, a Szerinted csatornáján fogunk társasjátékozni, úgynevezett pénzért. Egyébként egy kurva jó játékot fogunk játszani, amit nagyon-nagyon szerettek. Elmondhatjuk, nem? Nottingham bírájával fogunk játszani. Bizonyán. Kurva jó lesz, és csupa olyan emberrel, mint például a Gergő, akit már ismerhettek, meg egy olyan ember, akit nem ismertek, a Zsombor is fog játszani. A Zsombort nem ismeritek, de a Zsombor is egy nagyhangú hazug geci, úgyhogy tökéletes társaság leszünk. Igen, én is azt hiszem, hogy ez a tökéletes társaság, aki egyszer és nem többet akar együtt játszani ezzel a játékkal. Úgyhogy ezt a kört, ezt mindenképpen le fogjuk veretni. Sheriff of Nottingham holnap a Szerinted csatornáján. Szombaton reggel Pod of the Morning-gal indítunk, aztán lesz egy kis móka kacagás videójáték, és utána pedig Fusion TV és a Fusion Quiz Show külön kiadása lesz, amikor is nyerhettek egy Resident Evil 7 gyűjtői kiadást, vagyis hogy hát abból a házacskát, ami elég istentelenül menőn néz ki. Úgyhogy összeállítottam nektek egy nagyon különleges quizt, amit szerintem élvezni fogtok. Úgyhogy ez a heti program, és utána vasárnap pedig már megyünk le a nyaralóba, de ezt titeket ne érintsen, megpróbálok majd onnan is életjeleket adni, nem lesz sok. Azt hittem,
nem azt fogod mondani, hogy ezt ne érintsen, ne gyertek, ilyen nem fér. Az meg a másik, hogy nem férünk el. Szóval, drágáim, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, és nagyon köszönöm a támogatást, és hamarosan újra találkozunk. Sziasztok! Szervusztok, katitek! Ne felejtsd el, hogy most te nyomod a gombot. Jaj! Az van. Day.